Sziasztok! Szeretném megköszönni ezt az elképesztő évet mindenkinek. Hihetetlen, hogy mennyi minden történt idén is. Idén jelent meg az első szólólemezem, amit a Műpában mutattunk be teltház előtt, de az idén 20 éves Antifitness Club jubileumi koncertje is elég erősre sikerült a Budapest Parkban. Mindeközben a Jetlag Check-in lemeze aranyalbum, a Te meg én pedig arany kis lemezzé vált. Tavasszal a svéd fővárosba utaztunk, nyáron pedig 3 héten keresztül Amerika nyugati partját jártuk be, ahova még a barátnőmmel utaztam, de már a mennyasszonyommal tértem haza. Idén lettem 5 éve józan, és mivel már 2 éve nem dohányzom, elmondhatom, hogy sikerre vittem a küldetést, miszerint 2 év alatt össze nem cigiztem gyerekkori álomhangszeremet, ami itt lóg a falon. Az év végére megjelent a Majkával közös Azt beszélik a városban, ami egy hónapig volt a legfelkapottabb, és immár több mint 5 millió megtekintéssel az elmúlt évek talán legmegosztóbb dalaként tartják számon. Azzal, hogy idén útjára indítottam az új szóló identitásomat, rengeteg kihívással kellett szembenéznem, épp ezért vagyok elképesztően hálás, hogy bármerre lépek, bármilyen korszakomat élem, velem tartotok. Remélem, hogy jövőre még többet találkozunk a koncerteken, addig is boldog új évet mindenkinek!